párta, ura hajló párta, hogy a tatárig ellenem várta. Készül a Badacklekváda sátor alatt, a férfiak székely kaput készítenek, a porta szobájából pedig a szőlőszék csattogása hallatszik. A kismányoki székelyporta létrehozásakor is az volt a cél, hogy teljen meg élettel, ezért szervezte ide a Bukovinai Szövetség az idei összejövetelt. Bukovinában, de nem csak Bukovinában, hanem egyáltalán a magyar nép gyermekeinél a munkára való szoktatás, a tudás elsajátítása kicsikorba kezdődött. Téblából a gyermekecskes lássa, hogy mit dolgozik az anyja, ugyanezt történik itt egy másfél éves gyerekkel. A hét folyamán minden olyan tevékenységben bepillantást nyerhetnek a gyerekek, melyek mindennaposak voltak a székely falvakban. Pont erről szól a néprajzi tábor is, hogy megtölteni élettel, és lehetőleg ugye a gyerekeknek visszaadni, amennyire lehet visszaadni, vagy visszamutatni inkább arra az időkre, amikor tényleg a bukovinai székelyek Bukovinában, ahogy értek. Hála jó Istennek ez a porta ugye magáért beszél, tehát úgy gondolom, hogy hitelesen tudjuk megmutatni a benne lévő értékeinken keresztül azt az életet is, amit ők akkor megéltek. A hét zárásaként a székelyportán található egykori településeket jelző keresztek mellé Bukovinából származó temetői földet szórnak, megemlékezve ezzel halottaikról.